Sziasztok, ez itt a Porosz Puzzle 7. epizódja, és pontosan onnan folytatjuk, a legutóbb abba hagytuk. Ugye, na most azzal kell kezdenem, hogy kicsit aggódom emiatt a játék miatt, és nem a gameplay okok miatt, hanem inkább technikai okok miatt. Ugyanis az 1.28.3-as patch kijött a napokban, ami elvileg egy csomó dolgon javít. Például olyan dolgon is, ami nekünk elvileg később fontos lesz, azaz, hogy amikor átváltunk poroszról német államra, akkor ne veszítsük el a porosz államformát. Ez nagyon messze van még, hogy ez tényleg actual gond legyen, de ja, jó, hogy ez van. Viszont valamilyen fura oknál fogva szólt a játék, hogy már nem kompatibilis a mentésem. Ezt általában akkor szoktam megtenni, hogyha két nagy patch között próbálom így átvenni, és ezt nem is lehet. Azt tanácsoltak a készítők, hogy ez működni fog, nincs vele gond, de azért necces. Na most a probléma az, hogy nem lehet átváltani 1.28.1-es patchre. Csak 1.28.3 és 1.27.1 vagy 2 vannak. Ami nagyon nagy para, már csak azért is, mert a játék külön felhívja a figyelmemet rá, amikor be akarom tölteni ezt a mentést, hogy különösen vigyázzunk azokkal a mentésekkel, amik Random New World-ot használnak, ahogy mi is, ugye ezt nem felejtetétek el, random új világunk van. Egyenlőre úgy tűnik, hogy rendben van, achievementeket lehet szerezni, szóval it's fine, de azért tudjátok, hogy ez így para. Ez így para. Reménykedjünk, hogy nem ez belőle gond. Na, az előző évben ugye megszereztük, mit is szereztünk meg? Bohémiától szereztünk területet, és a teutonokat szereztük meg, illetve a manpower-t visszatöltjük, stabilitás, mission fulfilled is van, a pomeránél successió, ezt igazából nem biztos, hogy emlékszem, hogy miért nem választottam, ugyanis ez olyan jutalmat ad, hogy 10 legitimáció, meg egy csomó claim, szóval... Nem tudom, miért nem választottam ezt? Nem is ez volt. Jesus, ezt választottam. Akkor milyen küldetés van teljesítve? Dude. Ott van. Acquire subjects. Oké, emlékszem, most mindenre emlékszem. Ezt majd akkor akarjuk aktiválni. Tudtam, hogy volt valami. Szóval akkor akarjuk aktiválni, amikor majd így el akarunk kezdeni integrálódni, vagyis integrálni. Kicsit békésebb időszak jön most, valószínűleg. Ki, hogyha lengyeleket meg akarjuk támadni. Mert hogy, a litvánok bajban vannak, és 8000-en fel vannak lázadni. Most mindenképpen azt szeretnénk, hogy fellázadjanak. Jó? Hol lesz ez? Niederlausitz. Az, itt van pont a szomszédban. Nézzetek oda. Pont itt vagyunk a szomszédban, de jó. Bye! És ráadásul mi vagyunk a védekezők. Az erdőben, úgyhogy 500 katona veszteséggel megoldottuk ezt a problémát. Tehát most mindenképpen az lenne a prioritás, hogy megszerezzük Königsberget. Semmi más nem kell, csak Königsberg. De tényleg csak Königsberg kell, mert arra van szükség Poroszországnak a megalapításához. És ami már 10-es tech szinten van, ha jól emlékszem. És most vagyunk 6-oson, úgyhogy ketyeg az óra. Nem tudom, hogy ki tudjuk összedni a Lengyelország kezéből. Lengyelország most nincs is háborúban. És... ráadásul egy szinten jobb, mint mi. What? Miért vagyunk ennyire lemaradva militaritekben? Jesus! Rakjunk már erre pont... hát ezért. Nincsen rajta pont gyakorlatilag. Hát ez para. Ja, mert idióta a királyunk. Hát ez gond. Na mindegy, szerezzünk valahogy utódot. És próbálja megoldani ezt a helyzetet. Mert ennek nem lesz jó vége így. Sose lesz amilyen Königsberg. Talán, hogyha a lengyeleket valaki megvenni háborúban, és azt kérné tőlük, hogy Danzigot ismerjék el önállónak. Talán akkor lenne esélyünk. Vagy pedig adja vissza a teutonoknak a Königsberget. Ez is benne van a pakliban. Magyarokat elég sok bogomolista eretnekek próbálják szétszedni, meg szerb szeparatisták, de amúgy lehet, hogy érdemesen velük szövetséget kötni, hiszen ők utálják a lengyeleket, és mi is utáljuk a lengyeleket, meg a dánokat is utáljuk, és mi is utáljuk a dánokat. Hány szövetségesünk van jelenleg? 5/4, az sok.
És mindegyiket használjuk is. Ja. Ja, erre mind szükségünk is van. És most a csökken az innovativnessünk is. Hát ez para. Na de lehet rakni te... ezért... Claimet a bohémokra. Ó, még nem. Majd a következőben. Még nem volt semmilyen nagy rendeződés. Minden uralkodós állt a helyén. Kivéve ezek. Kik ezek? Nebria és Golom. Kolom? Mi az, hogy Kolom? Nebria és Kolom, ez valami... Ez annak köszönhető, hogy a... hogy... Nem tudom, lehet, hogy a Golden Century hozott be valami extrát ide. Ah, no. És most már veszítünk is pénzt, mert hogy tech hátrányba kerültünk. Ami para. Nem maradj még ott. A Brunswickit kéne hazahozni lassan. Brunswick háborúban van egyébként. És Hannoverre szeretném rátenni. Azt hiszem Hannoverre szükségünk lenne Németországhoz. És hozzuk csak haza őt is. Hát nem tudjuk támadni. Magdeburg megvédi, Szászország megvédi, Gellre megvédi. Hát akkor nem. Hát akkor nem. Hanem akkor nem. Glagau. Az... Hát nem ideális. De Grasslands az viszonylag jó. A folyóátkerés nem tudjuk megúszni, úgyhogy... It's fine. Szóval most öngyilkosság lenne megtámadni amúgy... lengyeleket. Nem is kérdés. Csak Szászország védené meg. Ő is duzzogva, de Szászország megvédené. És le vagyunk maradva techben, le vagyunk maradva valószínűleg manpowerben, hadsereg méretben. Nem is a riválisunk. Wow. Dude. Ott van Lengyelország. 2000 manpower, 18000 ember. Ez mondjuk érdekes, az nem sok. És valaki csatlakozna tőlünk? Nem. Senki, pedig mindenkivel megvan a szükséges szám szerintem. Az osztrákok csatlakoznának, hogyha nem lennének nyakik adóságban. Hát ez jó tudni. Kösz. Ez micsoda? Ja, ezt tökre kérjük. Igen, már csak azért is, mert szeretnénk ezt a reform dizájnot, hogy minél gyorsabban legyen reform. Ezt kérjük, és ez pedig... Hú, ide National Manpower Modifier, az nem rossz, Reinforcement Speed nem rossz, hát akkor marad ez, National Manpower Modifier, most nem tudok jobbat hirtelen. Szeretne 100%-ig megosztani velünk a tudását, és egy aranyért. Hát ez amúgy nem olyan rossz ajánlat, hogyha most így belegondolok. Hoppá! Lengyelország befoglalta, vagy beintegrálta Danzigot. Na, ez rossz hír. Jó, nem annyira rossz hír, mert végül is most kvázi gyengébbek lettek, ha úgy nézzük, és Szászország meg nem sokáig védené meg őket. Miért? Mert rosszul érzi magát most már Szászország? Hogy nagyobb lett Lengyelország? Hát ez a Teuton cucc, ez itt para. Hogy így körbe lettünk véve. Na de kérünk-e Szászországtól azt, hogy megosztja velünk a tudását. Általában ezek baromi drágák, de most lehet, hogy... Nem, igazából pénzt kéne csak szereznünk, meg imbrészelni tudnak, akkor nem kell, kösz. Pénzt tudunk kérni esetleg a burgerektől. No. Majd jövőre. Most arra vagyok kíváncsi, hogy ha Szászország nem jönne be, akkor mi lenne? Jó, segítsünk Ausztriának, akármire is van szüksége. Segítünk. Igaz, hogy nekünk tökre rossz az így, de mindegy. Ja, nincsen emberünk, akit elküldhetnénk megnézni, hogy mi a helyzet. Gyere az egy pillanatra, Szászország. Szászország mindig csatlakozik. 30 a 28-hoz. Szászország, Lengyelország utál téged.
Mondta nekem. Ki nem állhatja a pofádat. Utálod te is. Na, gyerünk. Fegyverbe, katonák. Ha nem lenne az a rohadt teklemaradás. Oh, és oké. Okay. Never mind. Litvánia megkötött a békéjét. Muszkovival. Lehet, hogy Muszkovi lenne az új jó szövetségesünk? Lengyelország ellen. Ki utálja a lengyeleket? Rajtam kívül. A magyarok, a bohémok és a dánok. Tehát ezek közül csak a magyarok az esélyesek, akik most éppen ugye... Hát a lázadók ütik őket nagyon keményen. Akkor marad az, hogy... Erősödünk Németországon belül, I don't know. Megpróbálunk itt valamit elérni. Jó, te hazajöhetsz. Mert hogy most ide lerakjuk az utolsó klémet, amit tudunk. Így. És akkor kire van klémünk? Oké, ez nem érdekes. Aha. Aha. Jó, nézzük Wismart. Ja, ő része ennek a hülyeségnek. Magdeburg meg a Anhalt is talán. Build a great palace. Nem akarom, de muszáj lesz. Ad presztízset. Csak a presztízs kell. Hát meg kis legitimáció, de... Jó legyen, fine. Brunswick, Sachsen-Lauenburg és Würzburg úgy, hogy amúgy Szászország becsatlakozna. Brunswicknek nincsen álló serege? Jól látom. Sachsen-Lauenburg itt van. Őt le tudnánk venni egy másodperc alatt. És Würzburg. Lehet, hogy ez egy jó háború lenne. Csak... Biztosra kéne menni, hogy befoglaljuk ezt, Anhaltot először mi. Mert elképzelhető, hogy Szászország azt fogja mondani, hogy ups, én jöttem ide először. First come, first served. És el tudnánk kérni Hannovert és Brunswicktól, talán. Sachsen-Lauenburgra nincsen klémünk. Úgyhogy gyorsan dobnánk rá, de ezek már nagyon sok lenne ennyi mindent befoglalni. Az nagyon-nagyon sok lenne. Inkább pénzt kérnénk Sachsen-Lauenburgtól. Elkezdte felállítani a hadseregét. What? Most ezt honnan tudta? Seriously? Oh boy. Köln. Figyelj meg, Köln, neked nem volt itt klémed? Itt. Kórod. Itt voltak magvaid. Ki vette el tőled a magvaidat? Trier és Gelre. Ha. Interessant. Próbálj meg szerintem ezt a háborút. What could possibly go wrong? És akkor te... Nem, a szászok jöjjenek haza. Ó. Oh. Azt nézzétek csak. A lengyeleknek már nem a szövetségesek a litvánok. Nem, Novgorod még mindig ott van, de nem sokáig fog már Novgorod létezni. Csak az a baj, hogy nem sokára meg megint a szövetségesé lesznek. Tehát, amint lejár a béke, tudta, hogy megint szövetséget kötnek. Ja. Már csak azért is, mert közösen utálják valakit. A dánokat. Például közösen utálják. És támogatja a Svédországnak a függetlenségét. Go Svédország! Én nagyon szólítok nektek. Szóval, ki tudnak megtámadni? Bohémiával a béking majd egy év múlva jár le, és azzal mi a helyzet, hogyha azt támadnánk meg? Lorraine és Ferrara. Hát akkor inkább tudod mit? Megúsztátok, inkább mennék Bohémiába. Már csak akkor is, hogyha... Már Ausztria... Igen, Ausztria segítene. Ausztria nagyon szívesen segítene. Akkor oké, azt fogjuk csinálni. Most Bohémiát kell inkább ütni, minél jobban, mert ő az, aki a területünkön belül viszonylag erős. Mármint így a német-római birodalmon belül viszonylag erős. És hogyha Bohémiától szerzünk területeket, akkor nekünk így alapvetően jó lesz, mert ő gyengül, mi erősödünk. Itt lehet Budweiser-t gyártani. Csupa sör, Pilsen, Budweiser. Prága, I don't know, Lignitz. Ezek mind sörgyártó területek. És akkor elkérnénk ezt a hármat. Megint jönnénk kicsit ebbe az irányba.
Tudom, hogy technikai nincs szükségünk semmelyik részre. Tehát, manpower, kösz. Tehát, hogy nem kell a német birodalomhoz, nem kellenek ezek a területek egyáltalán. Talán Prága, de szerintem Prága sem kell. Nem, nem kell Prága. Ez nem a harmadik birodalom, ez csak a német. A második. De ettől függetlenül nekünk így jó lenne, hogyha innen szerzünk területeket. Ugye mondjuk Ausztriának átadjuk Brunót. Kit érdekel Bruno? Bruno az övé lehet. Így egymás között felosztjuk, és akkor erősödik a barátságunk, meg mit tudom én. Most ezt elég sokat vesztettünk, ez elég paracsata volt. Potsdam. Az új kardinális hely. Or something, something. És akkor megkérjük ezeket, Ausztriának odaadjuk Brunót, ha nagyon vergődik, akkor odaadjuk neki Plzent is, vagy Olmützöt, vagy valamit, és várj, mi? Ja, azt hittem Ausztria háborúzik az oszmánokkal, mondom, what? Oszmánok kivel háborúznak, hogy arra járkálnak? Bizánc, Aken és Mantua. Akkor Mantua kapcsán vitte oda őket a balsos, és most decemberben lesz, jó. Ne történjen semmi az decemberig, addig visszatöltjük ezt a hadsereget. Szerzünk némi pénzt, talán? Tudunk? Burgerek? Ah, tudunk, adjál pénzt. Nem sok, 30 arany, tehát nem vagyunk kint a dologból. Lengyelország kivel háborúzik? Dánia, Norvégia, Anglia, Desmond. Tudod mit? Menj! Go fucking ahead! Veresd szét az arcodat! Oh, ez a svéd függetlenségi háború! Florence-ra akartam vonni a pápára. I'm fine with that. Te meg... Nem. Köszönöm kell. Knowledge sharing. Szóval a svéd függetlenség háború tört most ki. Ez nekünk már annyira nem számít. Az jó, hogyha Dánia gyenge, viszont az játékrén, hogy azért akartuk, hogy Dánia meggyengüljön, mert talán szövetségese volt a teutonoknak, de most már ez nem ügy, nem probléma. Bohémok mennyien vannak, ha már így ez eszembe jutott? Rivális, Bohémia, 22.000 manpower és 20.000 fő. Tehát picit azért többen vannak, mint mi. És tudunk már technológiát venni? Mindig nem tudunk. God damn it, és le vagyunk maradva egy tech szinttel. Mi? Why? Miért? Ennyire drága lenne most. 408, de hiába vennénk meg az institution-t, akkor se lenne elég. Tehát gyengék vagyunk. Az osztrákok nincsenek otthon egyébként. Ezt így megegyezném. Az osztrákok itt hédereznek. Hollandiában. Mint hogy ott lenne a fővárosuk, vagy nem tudom. Annyira nem tűnik a világ legegyszerűbb háborújának, őszintén szólva. Lorén és Ferrara csatlakozik még be. Na, azt kérem a szövetségeseimtől, akik a vazalusaim, hogy... vele javítani kellett volna a viszonyomat. Na mindegy. Szóval, hogy legyen már olyan jó, és te is csatlakozz be, jó? És közben ide jön egy claim. A teutonokkal meg akkor kicsit barátkozunk, mert hát akkor segítenek is. Bár a libertizáljuk az nincsen 50 alatt, vagy 50 fölött, úgyhogy segíteni fognak. Csak kérdés, hogy mennyit fog érni, mert így vagyunk 21-en, és alacsonyabb tech szinten, mint a bohémok. Mit ad a következő tech? Ami fontosat? Ágyukat, oké. Military tactic, oké. Artillery fire és artillery shock. Ezek, ja, artillery-t ad nagy részt. Hát, remélhetőleg nincsen pénze arra, hogy ágyukat vegyen. Ebben tudok most így reménykedni. Lorraine már nem csatlakozik be. Jó. Ausztria meg Köln viszont igen. Akkor Horni Lucia lesz a... Horni, értitek? Szóval az lesz a Vorgor, és mind a kettőt behívom. Szászország nem jön, de... Hát igazából elég para, hogy nem jön, de most már mindegy is. És Ferrara jön csak arról az oldalról. Ő viszont elég határozottam. Oké. Okay. Hát próbáljuk meg, és szerintem most kicsit visszavonulok, mondjuk ide, és jöjjenek csak a bohémok, meg amíg megérkeznek az osztrákok, szóval, ja, hátulról indítjuk ezt a háborút, maradjunk annyiben. Ahhoz, hogy te nem... Ja, nincs military access.
Csak hogy át tudjanak jönni ők. Ó, oh, lement oda. Megy Bécset ostromolni, akkor mi mehetünk Lignicre. Jó, van. Menjél Bécset ostromolni. I'm fucking fine with that. És egy valakit pedig befoglaltatjuk vele a Wargolt. Oh, elindult haza. Ez picit para. Elég jelentős mértékben para, főleg, hogy kevesen vagyunk. Vissza! Visszavonuló! Meggondoltam magam. Sőt, Berlinbe vonulunk vissza. Nem, ide. Itt jó lesz. Erdő meg folyó átkerülés is van. Most már nem kell a military access, kösz. Elmúlt. Na, megvárjuk, még Ausztria megérkezik, és akkor majd így az ő árnyékában ügyeskedünk. Hát most mi van? Ezt kell csinálni, amikor gyengék vagyunk. Jó, megint visszavonult. Megyünk be azt a rohadt vizét. Wargolt. Nem tudja, hogy mit csináljon. Az jó. Vegyed be Bécset. Jó lesz. Ígérem. Lesznek lázadóink. Lollard eretnekek. Niederlausitzban. Nem baj ott. De hogy lehetnek? Hát ott most volt lázadás. Elvileg tök alacsonynak kéne lenni a lázadási mutatónak, mert recent uprising vagy valami ilyesmi. Nincs? Oké. Okay. Ja, nem, mert az eseményből jött. Oké. Okay. Értem, most sem mindent értek. Aachen szeretne rajtunk átmenni. Miközben Magyarország polgárháborúba süllyed. Hát ez nem néz ki jónak. Írtad a kommentben, hogy valaki írta, hogy neki a magyarok mindenkit befoglaltak. Oszmánokat, lengyeleket, mindenkit. Hát itt úgy látszik, nem ez fog történni. Szinte nagy magabiztossággal állítottam, hogy nem ez fog itt történni. A lényeg, hogy most üssük a bohémokat. Oké, okay, a bohémokkal senki nem törődik. Ők csehek, nem is igazán németek, nem is igazán rómaiak. Legkevésbé sem birodalom. Közben megjöttek a ferrariak. Grant aid vagy deny? Hát ezt most denyolni fogom, bro. Mert nincsen 63 aranyom rád. Bocs. Csá. Bár lehet, nem ez kellett volna, mert lehet, hogy adott volna a military pontot cserébe. Adott volna. Rohadj meg. Mindegy. Majd szerzünk magunktól. Kapunk 4 aranyat Ausztriától. Wow. Körönként 4 arany. Na, ott viszont valami gond lesz. Ott jön a dude. Oh boy. Kell ide nekem még egy... Így, hogy kaptunk egy kis zsét. Hú, nagyon sok zsét. Veszünk 3 mörköt. És reménykedünk a legjobbakban. Most rám fog-e támadni? Úgy látszik, hogy nem, inkább megy ide. Akkor nem is kellettek volna a mörkök. Most ha tőlöm, akkor... Visszkapom a teljes árát, ugye, hogy nem? Próbáljuk ki. Most kerülne egy mörk 25 aranyba. Tehát 35-nek 25, az könnyen belátható, hogy 61. Aha, nem kapom vissza a teljes árát. Akkor csak ezt a kettőt. És ezt a kettőt akkor már legyártom. És addig foglalgatom itt a cuccokat. Mert például már Ausztria befoglalta ezt a Rudohorit. Tehát ezért neki így megvannak az igényei. Lássuk be. Viszont, mivel nem azért hívtam be a háborúba, hogy a területet adjak neki, bár lehet azért is bejött volna. Fek! Na mindegy. Ezért nem vagyok köteles területet adni neki. Ilyen egyszerű. De azért lehet, hogy adok. Már csak azért is, hogy gyengítsük a lengyeleket. Lengyeleket? A cseheket. Mondjuk Brunót adjam neki. Talán. Hova menjél? Várjál. Sehova. Gyere vissza ide. Aztán majd én ne felejtsem diszbendelni ezeket a hadseregeket, amint... Yes! 366! Azt a rohadt! Szóval... Amint elfogy a pénz, amit Ausztria küldött. Na figyeljetek! 5-3-0 a királyom, vagyis a hercegem. 2-1-6 a hercegnő. És 3-6-6 a utód. Ergo, ha most azonnal meghalna a herceg, azzal tenni a legjobb szívességet a világnak. Úgyhogy a hercegből csinálok egy királyt, vagy mi ez? Ostromvezető űrgebácsit. Az ostromvezető űrgebácsi pedig szépen meg fog halni az ostromban. Sajnos... Evil Lafta. Oké, okay, itt nem tudunk átmenni. Hát, technikai át tudunk. Csak ne találkozzunk lázadókkal. Vagy nem tudod, mit van. Most már gyere! De itt mindjárt bevesszük ezt az ostromot.
És hogy megnyit volna az út. Tudod mit? Maradj ott. Mert hogy itt megjelent egy ilyen bácsi. És ezt mindenképpen szeretnénk vele megbeszélni a nézeteltéréseinket. Meg az a Prága ostrom az nem igazán halad. Arra rá fogok menni majd. Igen, miközben itt tudja függ veszíteni Österód ostromát, 100%. És nem is akarok semmit tenni ellene. Nem, not interested. Amit majd kérünk, az ugye ez. Lássuk, mit szól hozzá a Német-Római Birodalom. Mindenki roppant ideges lesz tőle. De meglátjuk, hogy mi lesz akkor, hogyha majd kicsit várunk. Elmúlik-e vajon ez az idegesség? Vagy pedig... csak még idegesebbek. Még idegesebbek nyilván nem lesznek. Amúgy ez kéne nekünk most nagyon. De roppant kevés ilyen cuclink van. És ez nem ma fog elkészülni. Ugye havi egyet kapunk. És még 43 hónap kell. Az... 4 év? Talán, vagy meg most úgyis nem próbáljuk kihúzni ezt a békét, ameddig lehet. Vagyis ezt a háborút, és el is veszhetünk az ostromot. És akkor majd, amikor oda jutunk, akkor megnézzük, hogy mennyi hiányzik még. Ha kevés, akkor majd kérjük, hogy kicsit még mindenki várjon egy picit. Gyere ide, álljunk egybe, mert jönnek a csehek! Ausztria meg úgy gondolta, hogy neki elég volt ennyi a háborúból, köszönjük szépen, ő hazamenne. Dude! Segíts! Jössz nekem ennyivel, literally jössz nekem ennyivel. Ezt most viszont elfogadjuk tőle. Mert most hirtelen lett pénzünk a knowledge sharingre. De benne fogja nekem Ausztria azt az egy területet. Ami az enyém. Elkezdett legyártani egy egységet, ami július... nem, odaérünk, simán odaérünk addigra. Hogy most hova megy... Hova mennek a teutonok, az egy jó kérdés. Vagy a teutonok a csehek, valószínűleg amúgy Berlinbe. Én most ezt tartom valószínűleg, csak így körülmennek, hogy ne kelljen találkozni velünk, mert ne nézzünk egymás szemébe. Stolp! Szóval elkezdi befoglalgatni Pomerániát. Fine. Hajrá. Annyira nem fine, de... nem akarok csatába... avatkozni vele. Nem akarok. Elindult meg itt visszafelé. Ez a lényeg. Bohémia, tudd, hogy mit akarsz tenni. Tudd, hogy miben hiszel. Abban higgy, amit a szíved diktál. Igen, közben megvan Prága ostroma is. És csak meg kéne verni azt a sereget valahogy. Mert ez így ain't no fun. Hogy állandóan itt mászkálnak. És visszafoglalgatnak mindent. És természetesen, for some fucking reason, Ausztriának adta át Köln az ostromot. Tehát Köln, az én háborúmban, az elfoglalt területet Ausztriának adta át. Miért is ne? Valaki ostromolja amúgy Ferreret? Persze, hogy nem. Pedig Ferrer a gazdag terület. Próbálj meg bevenni. És eddig meg Bohémia miatt sem, amit akar? Hát kb. Most például a Vorgolt foglalja vissza. Nem is az a baj, hogy visszafoglalja a Vorgolt. Meg, hogy elfoglalt területeket, mi majd visszafoglaljuk. Inkább az a baj, hogy utána jön majd Ausz, és azt mondja, hogy hopp, it's free real estate. Tessék, most azt kezdte elfoglalni. Oh boy. Akkor foglald el, de akkor foglald el jól. Hogy megkötessem a békét. Nem, ezt akartam. És azt akartam, hogy super peace. Nem ad át pénzt. Nagyon nem ad át pénzt. Dude, te mégis kinek képzeled magad? Akkor nincs béke. Nekem ez így rendben van. És elkezdte Berlin ostromolni. Ez viszont jó hír. Nem, ez tényleg jó hír. Ezt nem szarkasztikusan mondom, tényleg jó hír. Hát akkor ott el lesz foglalva egy darabig ki, vagy már is feladta az ostromot. Köln elindult. Szerencsére haza, úgy látom, nem pedig az én sweet Vorgolom felé. Ez kicsoda. Ezt kifoglalta el? Valószínűleg úgy Ferrara. Ferrarat ki kéne venni a háborúból. De én aztán nem fogom kivenni úgy, hogy nem ad zsét. Jó vicc. 70 arany. Ide fogod nekem adni, abból is csak 40-et kapok. Szóval még... még rosszul is járok. Tudnánk-e valamit kezdeni ezzel a bohémiai sereggel? Amúgy akár... ugye a pénz miatt nem akarok rátámadni.
a reinforcement az kemény lesz. És azért nem, mert nagyon sokat veszítenénk vele. Nézzétek meg, le vagyunk maradva mindig techben, és még le is leszünk maradva 3 évig. Ha csak csoda nem történik. Ja. Úgyhogy most csak így várok. Netflix and chill. Esetleg foglalgassuk vissza a területeket, amiket így elvett tőlünk, csak hogy ne szenvedjen devastation-t. I don't know. Örülnék, hogyha valamit csinálna Ausztria mondjuk. Ott van az egyik serege. Ugye az a teljes serege Ausztriának? Army carrier, yes please. Oh no, no. Ezt kérem, a másikat. Nem, várjátok. A nobilitást szeretnénk, hogy nobilizálja magát, igaz? Igen. Mert akkor tudnánk kérni tőle military pontot. Húszba kerülne, ez 56, tehát akkor még mindig lemenne alacsonyra. De nem is nagyon választhatunk mást, mert akkor még megutál nobilitás, és ezt nem szeretnénk. De akkor legyen ez fine. Neked tudunk adni valamit, mi? Ja, a prestige-ből. Már 29-en vagyunk, valahogy. Ki van még itt velünk? A kölniek. Ah. Érdekes. Így viszont lehet, hogy elég erősek lennénk, hogy megverjük fájdalommentesen a cseheket. Na minden esetre ennyi volt ez a mai rész, nem fogjuk befejezni a háborút még ma. Úristen Svédország! Mi történt veled? Ki bántott? Te jó ég! Hogy lehet? Mert nem is értem itt mi történik. Krímával miért vagy? Na mindegy. Szóval nézzétek meg a svédeket. Wow! Ez aztán totális vereség. Ezzel a hát elég szomorú képet be is fejezem a mai részt. Innen folytatjuk csütörtökön, remélem tetszett, és köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!